mindenképpen érdemes szót ejtenünk a kelésgyengességről. A kelésgyengesség egy olyan gyűjtő fogalom, amely a csökkent vitalitású kiscsibéket jelöli. Ezek a kiscsibék általában már a 10 napos életkort sem élik meg. Az, hogy a kelésgyengesség mitől alakulhat ki, erre nehéz egyértelmű pontos választ adni. Visszavezethető a tenyészállományra, annak a nem megfelelő táplálására, vitamin, illetve ásványanyagellátottság hiányára, de szóba kerülhet valamilyen probléma a keltetés során, esetleg a nem megfelelő tojáskezelés, tojásválogatás vagy a keltetőnek valamilyen problémája, illetve nem szabad megfeledkeznünk azokról a fertőző betegségekről sem, amelyek szintén okozhatják a kikelt kiscsibék vitalitás csökkenését. A keltetőkből a kiscsibék útja többfelé vezethet. Egyrészt nagy létszám alatt tartó telepre kerülhetnek, ahol jellemzően mélyalmos tartásba vagy ketrecbe kerülnek. A másik út viszont, hogy tradicionális baromfi udvarba. Ennek most reneszánszát éljük, hiszen egyre nagyobb az igény a farm tojásokra, amelyeket ezek a kapirgáló baromfi udvarba nevelkedő tyúkok fognak biztosítani. A keltetőben kikelt kiscsibék életük első pár hetében kiemelt gondoskodást igényelnek. Amennyiben nem kotlós alatt kelnek ki, akkor ezt a gondoskodást nekünk kell biztosítani számukra. A frissen kikelt kiscsibéknek a hőszabályozása még nagyon rossz, épp ezért nagyon fontos, hogy életük első hetében legalább 30-32 fok legyen a környezetükben, amely értéket hetente 2 fokkal lehet csökkenteni egészen addig, ameddig olyan 6-7-es korukig el nem éri ez a hőmérséklet a 22 fokot. Ahhoz, hogy tyúkjaink egészségesek legyenek és megfelelő módon termeljenek, rendkívül fontos az optimális tápanyagellátásuk. Gondolok itt a megfelelő fehérjeellátásra, aminósavarányra, optimális vitamin és ásványanyag összetételre. Nagyon fontos, hogy az etetés, itatás fedett helyen történjen, így megakadályozható az, hogy a vadmadarak által terjesztett betegségek bekerüljenek az háztáji állományba.